Hát igen, nagyon egyénfüggő nyilván a dolog, de úgy általánosságban. Itt az, hogy egy napokig, egy hétig, közel egy hétig kemény terepen, mert más az, hogy országúton, sima úton, nem is a kilométer sok, hanem ilyen terepen ennyi kilométert, és úgy, hogy a pihenés is annyi, hogy egy zsákba az útszélén valahol lefekszek egy pár órára, az a nehéz benne. Tehát kitartónak kell lenni, az biztos. Csak 9 óra 30 perc elmúlt, még 6 körön van, 64,5 kilométer kb. Ami azt jelenti, hogy hú, majdnem 4 fél lesz kerékszünk, hogy nem szeretek sötétbe kitégézni, főleg a sötét erdőben nem, ezt hozzá kell szokni, most szokom. Én azt vettem észre, hogy ugye az edzésem is változik ahhoz képes, vagy ahhoz hasonlítva, hogy éppen mire készülök, vagy hogy szeretnék valamire készülni. Tehát amikor az első pár évben én nem dolgoztam, tehát nem volt edzőm, és nem voltak edzőterveim, hanem fölültem a biciklire, és mentem, és ez elvitt egy pontig, és akkor, amikor az volt, hogy tényleg én egy ezekre a nagyobb versenyekre szerettem volna készülni, vagy ilyen nagyobb távokra, akkor kezdtem el gondolkozni azon, hogy szerintem nekem kell, hogy valaki segítsen, mert én nem tudom, hogy kell egy ilyen nagy dologra készülni. Nekem nagyon sokat segített az, nem csak az, hogy edző van, vagy más emberekkel beszélni arról, hogy ők hogy készülnek. Attól is függ, hogy ki mennyire akar szenvedni. Milyen a fájdalom, meg a szenvedési küszöbet? Hát igen, a türömnél. Hát pontosan mai napig se tudom, hogy mi történt, de az biztos, hogy nagyon-nagyon hirtelen, olyan, mint az eléhezés, csak sokkal komolyabb. Tehát amikor egy fél óra alatt lejátszódott, hogy semmi bajom nincs, és fél óra múlva életemben voltam olyan gyenge. Nem fájt semmi, nem éreztem magam betegnek, de rettenetesen gyengének. Olyan, mint amikor eléhezik az ember, csak enni se tudtam. Tehát se inni, se enni, se aludni, se semmit nem tudtam. Csak nagyon gyenge voltam. És ugye ez eltartott, mire összeszedtem magam több mint 30 óráig, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem is aludtam közben. Csak nagyon óvatosan elkezdtem eszegetni. Én egészen egyszerű pirítós, mazsola, gyümölcslé, és én így visszaemlékezve ugyanúgy, hogy abban a 30 órában én folyamatosan csak eszegettem. Sose komolyan, csak olyan picit mindig csipegettem, eszegettem, és így szép lassan visszajött az erőm. Tehát én se tudtam 3 éve, hogy most ja, hogy folyamatosan kéne azért kis mennyiségben inni, vagy hogy azért óránként be kéne vinni szénhidrátot. Sziasztok! Szombat reggel van, és meg akartam mutatni, hogy készítem azt a nasit, amit most nagyon szeretek, és edzőutakra szoktam magammal vinni. Tehát ma egy egész hosszú bicikli út lesz, és ehhez fogok egy pár dolgot elkészíteni. Kell hozzá tortilla, vagy pedig ilyen lapos kenyér, banán, és persze a Nutella. Egy banánt félbevágok, aztán még egyszer félbevágok, és akkor egy felet, vagy egy negyedet szoktam ide rakni, lehet többet is, de én most csak ennyit rakok. Tehát mára ezt készítettem elő, amit majd magammal fogok vinni az edzésre. Nem mindet egyszerre, mert haza fogok jönni, mert egész nap, és éjfélig el leszek, úgyhogy mindig haza fogok jönni olyan 4-5 óránként, és új elemózsiát rakok majd a táskámba. Tehát ezek itt a kis banán Nutella tekercsek, banánok. Tegnap vettem egy fagyasztott pizzát, mert nem volt időm mást elkészíteni, és megsütöttem az egészet, és így
egyenként becsomagoltam őket. Főztem egy zöldséglevest, mert egy hűvös van, ez egy ilyen jó cuccok lesz, így elhoztam különbele a zöldséget, meg főztem mellé egy kis rizst, hogy legyen szénhidrát, meg a levesben van egy kis tészta, nem bírom kinyitni, és akkor ez ilyen tök jó, hát meleg, valami, de jó lesz. Így van, és meg... látod Zsolti? Zsolti elvédje egy banán. És azért nem adtam föl, mert ugye még fél táv volt, a 5PX még hátra volt. De azt kicsit több, mint két nap alatt teljesítettem előző évben, és akkor még volt, nem tudom, öt nap hátra, vagy közel hat. És úgy gondoltam, hogy azt, amit tavaly két nap alatt teljesítettem, most már akármilyen gyenge vagyok, 4-5 nap alatt csak végig tudok menni. És akkor döntöttem, hogy akkor megyek tovább, nem adom föl. Négy erős, és akkor sikerült.